Barbara Oden újra szívesen furikáz a gyerekeit a családi járgányon, noha nem sokkal ezelőtt az ágyból is alig tudott kikelni. Több mint 3 évig olyan fájdalmai voltak, hogy azért imádkozott, bárcsak vége lenne az életének. Lássák bizonyságát. Csak ültem a kanapén, és sírtam, nyögtem. Annyira fájt mindenem. Barbara erős gyomorfájdalmai 2012-ben kezdődtek. Szinte semmilyen étel nem maradt meg benne. Egy hét alatt a fájdalom annyira intenzívé vált, hogy a sürgősségi osztályon kötött ki. Savas refluxot állapítottak meg nála. A kapott gyógyszerek azonban nem segítettek a helyzeten. Mindehhez szörnyű migrén is társult. Szédültem, homályosan láttam, amitől még inkább felfordult a gyomrom. Az állapota egyre rosszabbodott. Az orvosok 2 év leforgása alatt számos vizsgálattal próbálták kideríteni a betegségének okát. Megnézték, rákos vagyok-e, vizsgálták a pajzsmirigyem, de 3 endoszkópia és 1 kolonoszkópia után sem találtak semmit. A szervezete jobbára már csak a ropit és a vizet tolerálta. Testsúlyának 1/3-át elvesztette, 48 kilóra fogyott. Halálosan betegnek néztem ki, az arcom is jócskán megöregedett. Mindenhol kiálltak a csontjaim, a kulcsontom majd kiszúrta a pólómat. Szörnyű volt. Aggasztotta, hogy nem tudott megfelelően gondoskodni a gyerekeiről. Nagyon szeretem a gyerekeimet. Minden nap úgy keltem fel, hogy harcolni fogok, hogy az lesz az a nap, amikor jobban leszek. Mégis minden nap ugyanaz a szenvedés várt rám. 2015 márciusában abba kellett hagyni a munkáját, de az orvos is rossz híreket közölt vele. Azt mondta, hogy a szerveim kezdenek leállni. Az okát nem tudják, ezért csak egyet tehetek. Hazamegyek és meghalok. Kész, ennyi volt, gondoltam. 48 kilósan semmi energiám nem maradt. Éreztem a testemben a halált. Barbara Isten kezébe tette az életét. Azért imádkoztam, hogy hadd halljak meg. Nem bírtam tovább elviselni, hogy a gyerekeim látják, ahogy szenvedek. Másnap Barbara a tévében a 700-as klubadására bukkant. Azelőtt ettem egy kis kenyeret, és éppen a kanapén ültem, hétrét görnyedve a fájdalomtól. Tudtam, hogy ez egy keresztény csatorna, bár még soha nem láttam ezt az adást. A műsorvezető ezt mondta. Van valaki, akinek a nyelőcsővével és az emésztésével vannak gondjai. Isten most meggyógyítja önt. Mintha meglöktek volna. Ébresztő, ez neked szól, meggyógyultál. Megteltem energiával. Olyan volt, mintha tele lettem volna a Szent Szellemmel. Boldognak és egészségesnek éreztem magam. Barbara olyat tett, amire 3,5 évig nem volt képes. Azonnal készítettem magamnak valami harapnivalót, hogy lássam, tényleg jól vagyok-e. És egyáltalán nem fájt a gyomrom tőle. Olyan volt, mintha soha életemben nem is lettem volna beteg. Barbara visszanyerte súlyát, egészséges, és újra el tudja látni a családját. Minden hitünket és reménységünket Istenbe kell vetnünk, mert ő a gyógyító. Az orvosok csak bizonyos szintig tudnak segíteni. Utána csak Isten tud. Ő velünk van, ránk teszi a kezét. És meggyógyulunk.